Az esős, kellemetlen időjárás ellenére viszonylag sok néző fogadta a Dunaharaszti és a Budakalász játékosait április 8-án a bajnokság 23. fordulójában. A két csapat az őszi odavágón hidegebb, de száraz körülmények között találkozott, és akkor 5-0-as DMTK diadalnak örülhettünk. A budakalásziak 18 ponttal a mezőny közepén teleltek, és azóta elég gyenge tavaszt futnak. Mindössze 4 pontot sikerült gyűjteniük az idei 6 fordulóban. Csapatunk két fronton is érdekelt még a szezonban. A bajnokságban jelenleg 5 ponttal az Éllovas Fecsés mögött tanyázik a tabellán, illetve a Pest megyei kupa elődöntőjében a Gödöllővel mérkőzik néhány napon belül. Az extra terhelés miatt Ugi Márknak a rotációra is ügyelnie kell, ami a sérülések miatt sem könnyű, viszont a Budakalász ellen még az esős idő ellenére is kötelezőnek számított a 3 pont megszerzése. A kezdőcsapat ezúttal is Gyatyár nevével kezdődött. A védelemben Csizmadia, Rétsági és Pesti kezdett. Előttük Vitányi, Pataki, Kovács Galavics, Tóth Ferenc és Kozári, a csatársorban pedig Bata, valamint Balog kapott helyet. Csapatunk a megszokott támadó szellemben futballozott, de a vendégek is igen aktívan játszottak. Rengeteg kisebb-nagyobb szabálytalansággal próbálták megtörni a hazai lendületet, ugyanakkor a megszerzett labdákból gyors ellentámadásokat vezettek a csúszós pályán. A 3. percben Rétsági kapcsolt le egy vendégakciót, és kivágta a labdát. A visszafelé futó Pál és a kapujából kirontó Gyurkovics nem értették meg egymást, így került helyzetbe Balog, de a kisodródott helyzetből leadott lövését az előbbi hibát javítani igyekvő Pál becsúszva blokkolta. 12. perc vendégbedobás, majd egy jó fordítás Szabótól a jobb oldalra. Ezután pedig egy teljesen felesleges szabálytalanság ugyancsak tőle. Itt láthatjuk, ahogy Pataki határozottan belép Szabó elé, a 24-es pedig egyértelmű fejelő mozdulatot tesz hátulról. Nem épp futballpályára illő jelenet, a szándék talán többet is érne, mint egy sárgalap. A 15. percben szabadrugást végezhetett el a Budakalász, Sovák állt a labda mögött. Tóth Ferenc csak megcsúsztatni tudta, Cinege pedig ért az ölébe hulló lehetőséggel, és megszerezte a vezetést a BMS-e javára. A 29. perc Pesti bedobása Balog irányába. Ő jól készítette le Batának, aki megirimodhatott a bal szélen. Azonban Sovák hátulról elkaszálta egy sárgáért cserébe. A szabadrúgást Bata végezte el, és Gyurkovicsnak igencsak iparkodnia kellett, hogy hárítson. Az első félidő utolsó 5 percébe léptünk, Pesti Rétságihoz, a rutinos védő átvitte jobbra a támadást. Csizmadia, beadás egy érintésből, a kifejelt labdát Tóth küldte kapásból kapura, és bizony a felső léc mentette meg a Budakalászt. A 50. perc egy lekapcsolt budakalászi akció után Vitányi kapott pontos labdát Tóth Ferenctől. Várt egy kicsit, hogy felérjenek a többiek, majd egyéni offenzívát indított. Előbb befűzte Dollingert, majd Mészárost, és kilőtte a hosszút. Szép akció, pazar befejezés. A játék azért folytatódott. Az 53. percben komótos hazai támadás. Pata beindulását Tóth remek labdával díjazta, Sovák gyötörte hátulról a csatárt, aki elesett, a játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott.
Itt láthatjuk a lassítást, Bata bal lábát kell nézni. A kontakt látható, tehát 11-es. Minimális volt az ütközés, de melyik az a csatár, amelyik ilyen helyzetben nem esik el? A büntetőt a sértet végezte el. Higgadt pontos, mint mindig. Ezzel 16 gólos a bajnokságban. A 76. perc, Vitányi vágott ki egy pattogólabdát, amiből Bata indulhatott meg, és nem hiányzott sok, de inkább nem kockáztatott sem szabálytalanságot, sem sérülést. A 78. minutum, mintha elfáradtak volna a budakalásziak. Tóth keresztpassza után megint Vitányi roboghatott a labdával. Előbb elveszítette azt, majd visszaszerezte. A legúrított labdát pedig Novák tette kapura, de Sovákon megpattant, és majdnem így lett jó. A kapufa mentette meg ismét a vendégeket. A 79. perc, lelassuló budakalászi támadás, majd Szalontai jól ismerte fel a kiürülő területet, és egyéni akcióba kezdett. A szélen egyedül maradt Zimmermann kapta a labdát, középre passzolt, és a tömörülésben csak nem sikerült bevenni Gyatyel kapuját. A 83. perc, Pesti gyorsan elvégzett szabadrúgása után Vitányi ment az alapvonalig. A begurítást Bata lőtte méterekkel a kapu fölé. Ez már a 94. perc, csapatunk foggal körömmel védekezett, és eredményesen, hiszen a hármas szípszó azt jelentette, hogyha nehezen is, de fordított a csapatunk és begyűjtötte a három pontot, ami lélektanilag is igen fontos, a Pest megyei kupa elődöntőjére nézve. A budakalász kis hián meglepetést szerzett az esős időben, de a mérkőzés egészét tekintve a DMTK foglalkozott többet a futballal, illetve kapufák helyzetek számában is jobban állt ellenfelénél, tehát a győzelem megérdemelt, de küzdésből jeles jár a vendégeknek is.